Derecske határába vagyunk, itt Derecske külterületén, nagyon közel az autópályához. Telephelyünk az jelenleg 5 hektár, és akkor ezen az 5 hektáron vannak a épületeink, berendezéseink. Mezőgazdasági termeléssel, illetve feldolgozással foglalkozunk. Maga a mezőgazdasági termelésnek egy része, tehát a terméket azt mi termeljük meg, ez a úgynevezett főzőtök. Főzőtök a fő profilunk jelenleg, de most folyamatosan bővítjük a tevékenységi körünket, illetve a technológiai berendezéseinket. Úgy gondoltam, hogy kellene egy olyan terméket előállítani, amit megtermelünk, feldolgozunk teljesen konyha készen, és azt már teljesen kész termékként, illetve félkész termékként tudunk értékesíteni. És az akkori lehetőségünkhöz képest akkor egy feldolgozó üzemmel rendelkeztünk, vagyis inkább az még akkoriban inkább tárolónak volt nevezhető. Itt csináltunk különböző átalakításokat, hogy megfeleljünk a feldolgozásnak a kritériumainak, és akkor így lett ebből a gyalultök. Hát úgy első években ilyen 3-400 tonna gyalultököt tudtunk értékesíteni, ez ma már 1500 tonnát képvisel, tehát elmondhatom azt, hogy az üzletláncokban szinte mindenhol, majdnem mindenhol ott vagyunk. Most már a zöld borsó gyártásba is belekezdtünk, már ebbe az évben gyártottunk borsót is, tehát ez megint egy új technológia, ami beépítésre került, és akkor még ezt folytatnánk tovább. Itt van egy újabb pályázatunk, ami gőzhámozó, illetve blansírozó, fagyostároló és az ehhez kiszolgáló épületek. Ez összesen egy ilyen 3500-4000 négyzetméter képvisel, amit még ezut fogunk megépíteni. Gyökérfélékben látok fantáziát, illetve a sütőtökben, paprikában és egy tésztafélével is fogunk piacra lépni. Ez a strapacska lesz, ez a tésztaféle. Gyakorlatilag úgy lettek kialakítva maga az üzemrészek, az üzemcsarnokok, hogy egyszerűen tudjuk kapcsolatot létesíteni egyik a másikkal, illetve ne legyenek messze maga a feldolgozó üzem az árunak a mozgásától. Tehát, hogy minél kevesebb energiával tudjuk az árut mozgatni, illetve az árut a helyére tenni. Magyarország a zöldségfélékből, mint a gyökérfélékből behozatalra szorul. Itt különböző kereskedői ismeretségeim által szerzett információk azt mutatják, hogy évente több ezer tonna gyökérfélék érkeznek be az országba. Na most én ezt úgy gondolom, hogy Magyarország meg tudja termelni ezeket a gyökérféléket, hisz valamikor is megtermeltük ezt rendszerváltás előtt, és ma már sokkal jobb technológiák vannak, technikák vannak a növénytermesztésben, és hogy Magyarország képes erre, hogy ezt előállítsa, és akkor miért kellene ezt behoznunk külföldről. Tehát támogassuk a magyar gazdálkodókat, támogassuk a magyar piacot, illetve a magyar munkavállalókat. Nekünk vállalkozóknak, vagy vállalkozó szellemű embereknek meg kell tanuljuk, hogy alkalmazkodnunk kell mindig a környezethez, illetve az adott helyzethez. Ugye 2004-ben, mikor csatlakoztunk az Unióhoz, amit addig kifejlesztettünk, ugye annak sem volt jövője. Tehát mindig mindenféleképpen tovább kell lépni. Tehát nem szabad leragadni egy adott helyzetbe, és azon sóvárogni, hogy akkor most ez miért lett így. Hát ha már úgy van, akkor ezt el kell fogadjuk, hogy ez úgy van, és akkor abból a helyzetből kell tudni fentebb lépni. És mindig fentebb, ne lentebb. Mindig szerettem valamit kitalálni, valami új dolgot, valami jó dolgot, valami olyat, amivel fejlődni lehet úgy nekem, a munkatársaknak, kollégáknak, az országnak.